Sziasztok! Arra gondoltam, hogy a mai videó az egy ilyen kis leülős, beszélgetős videó lesz, és a hitélettel kapcsolatos. Megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem ezeket a tartalmakat készíteni, mert mindig úgy érzem, hogy általam is szeretne valamit üzenni az Isten, és ezt szeretném megfejteni, hogy mi ez, és azt továbbadni nektek. Úgyhogy, hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Van nekem egy kedvenc könyvem, amit minden áldott nap olvasok, az aznapra aktuális rész, és ez pedig nem más, mint a Mindennapi Imáink című könyv, és ma október 27-e van, úgyhogy így bevezetésnek arra gondoltam, hogy elolvassuk az október 27-i részt. A bibliai idézet ehhez a részhez, ugye ez mindig egy ilyen kis idézettel kapcsolatos: gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ez a bibliai rész, ami úgymond ki van másolva a Bibliából, és ehhez tartozik egy imádság mára. Drága mennyei atyám, szeretnék valóban jót cselekedni másokkal. Nem csak beszélni akarok a jóságról, de sokkal együttérzőbb is akarok lenni. Uram, szükségem van a te segítségedre, hogy kiépítsem magamban a mások szükségleteire és bánatára való érzékenységet, hogy kedvesen bátoríthassam őket. Szükségem van rád, hogy megtaníts igazán szeretni, teljes szívemből imádkozom mindezért. Ámen. És van itt még egy kicsi idézet. Sosem hallottam egy szót sem az apostolok fogadkozásairól, ám annál többet a cselekedeteikről. És így ma ezen teljesen elgondolkoztam, hogy hányszor fordul meg a fejünkbe az, hogy mikor látunk egy embertársunkat, hogy valami bántja, vagy valami baja van, akkor oda menjünk hozzá, és megkérdezzük azt, hogy mibe tudok segíteni, vagy van kedved beszélgetni egy kicsit, vagy nem jössz el hozzám egy kávéra, vagy bármi hasonló. Szerintem sokkal többször érzünk a szívünkbe erre késztetést, mint ahányszor ezt megtesszük. És mostanában nagyon igyekszem figyelni arra, hogyha azt érzem, hogy én tudnék tenni esetleg azért az embertársamért, aki itt van a közelembe, és gondolatban már megtettem, akkor cselekedetbe is tegyem meg. Ha látom, hogy mit tudom én, valaki szemetet szed az utcán, akkor segítek neki. Vagy bármilyen kis hasonló apróság, értitek, hogy mire gondolok. Előző héten egy kicsit így magamba zuhantam, és onnan jött ez a videó ötlet, hogy hát anyukák vagyunk, és hányan esünk ebbe a gödörbe, amiben néha én beleesek, és arra gondoltam, hogy elmesélem nektek. Lehet, hogy valaki számára nevetséges, valakinek csak apróság, néha én is úgy érzem, hogy apróság, néha pedig az apróságok sokasága tud úgy ellepni. És előző hétvégén az történt, hogy hát amióta dolgozok, alapból nagyon nagy kérdés volt a számomra ez a munkahely is, mert hogy egy főállásban dolgozni, úgyhogy közben videózok, és közben a gyerekeket is igyekszem terelni a jó irányba, és igyekszek közösségi életet is élni így a barátainkkal, az egyházzal, na szóval értitek, mit mondok. Szóval előző héten belástunk abba, hogy úgy jöttem haza pénteken, hogy nem vártam a hétvégét, méghozzá azért nem, mert tudtam, hogy annyira sok és zsúfolt teendőink voltak, hogy tudtam, hogy nem lesz időm pihenni, és folyton azon kattogott az agyam, hogy te jó, hogy még ezt meg kell csinálni, ezután ezt meg kell, ezt is, utána ez, és akkor tényleg. És beleestem ebbe az önsajnálatba. Nem tudom, hogy hányan vagyunk így, akik beleesnek néha az önsajnálatnak a gödrébe, hogy annyi teendőm van, és gondoljuk, hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy 10 évvel ezelőtt azért imádkoztam minden nap, hogy lehessen egy gyerekem, akit foci meccsre vihetek, hogy legyen egy gyerekem, akivel az óvodába tököt faraghassak, hogy utána, hogy legyen testvére, és imádkoztunk a harmadik gyerekért, és hogy megadta az Isten, és most mégis a gondot látom, hogy mindent el kell rendezni, hogy mindig minden meglegyen. Nem azt, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy ezeket megtehettem, és megkaptam azt, amiért én annyit imádkoztam. És leültem,
és van nekem egy igém, ami ugye az egész életemre kihat, mert hogy akárhányszor én áldást kaptam bármelyik lelkipásztortól, bármilyen kis beszélgetésen, nekem az Isten mindig azt üzente, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggodalmaskodik magáért. Minden napnak megvan a maga baja. És nekem ez az ige annyira a szívemhez nőtt, hogy úgymond ez lett az én kis életemnek a nagy igéje, mert nagyon sokszor érzem azt, hogy túl aggódom, nem abban a pillanatban vagyok benne, amit éppen cselekednem kell, hanem mindig aggódok a következőért. És szerintem nagyon sokan vagyunk így, főleg akik családosak, és egy kicsit zsúfoltabbak a mindennapok, és végül is megkapjuk az időt és az alkalmat is a pihenésre az Istentől, csak el kell fogadni. Csak el kell fogadni, és néha azt látom saját magamon, hogy nincs időm meghallani azt, hogy most van időd. És hogyha ezt így visszaforgatjuk egy kicsit a saját életünkre, akkor láthatjuk azt, hogy számos olyan pillanatot halasztunk el, amikor a feltöltődés pillanatát kellene megélnünk, és ehelyett mi annál több zsúfoltságot teszünk bele. Hogyha ezt így elmélyítjük így egy kicsit magunkba, legalábbis én azon a hétvégén rájöttem, hogy sokkal több időm maradt, mint amit én gondoltam. Csak nem tudtam rendesen kihasználni. Lehet, hogy azok a pár órák, azok akkor ott kevésnek tűntek, amikor átgondoltam fejbe, hogy igen, reggel ide kell vinni az egyik gyereket, a másikat oda, utána a harmadikat nem ide, vissza kell menni, vissza kell érni, de még tanulnunk kell, de még főzni kell, de meccsre kell menni, de énekkari próbára kell menni, de fellépésre kell menni, de szülinapra vagyunk hivatalosak, de ez, de az. Viszont ez mindegyik olyan, amit élveznünk kellene. Amit nem gyorsan legyünk rajta túl, és egy pipát kipipáljunk a napi teendőnk közül, hanem ez mind a gyümölcse annak, amiért mi imádkoztunk. És ezt olyan nehéz néha tudatosítani. És olyan nehéz tudatosítani azt, hogy amikor felkelünk hajnali 5 órakor, akkor tiszta szívvel tudjunk a munkahelyünkre menni, mert hogy nekünk ott mai nap is valami jót kell cselekednünk. Ma is észre kell vennünk azt, hogy ki az, erre visszatérve, akinek a mai napon szüksége van a mi segítségünkre, mert én biztos vagyok benne, hogy a jó cselekedet az nem azt jelenti, hogy valakinek adományozol egy rakás pénzt, vagy bármilyen tárgyat. Nagyon ritka az az eset, amikor konkrétan egy tárgyra van szüksége az embertársunknak, sokkal többször van szüksége ránk, vagy arra, amit általunk az Isten adni akar neki. És nálunk, ha csak azt vetítem le, hogy én kisgyerekekkel dolgozom egy bölcsödébe, akkor ha már csak azt megnézzük, hogy kinek van aznap rossz napja, vagy ki nyűgösebb, és ki az, akinek egy picivel több ölelés kell aznap, akkor már lehet, hogy tettünk valamit, valami jót, és nem csak elgondolkoztunk rajta, hogy ez ma nyűgös, ám ma egy kicsit messzebb ülök tőle, ne is halljam, hanem ma is leültünk vele autózni, vagy éppen babázni, vagy összetettük a kis kezünket, és közösen imádkoztunk. És ezek a cselekedetek azok, amiket az Isten a szívünkbe ültetett. És az én kis igém az így mindig visszajön, hogy ne aggodalmaskodj a holnapért, csak éld meg azt a pillanatot, amit ma kaptál, mert az, hogy ma itt vagy, az is egy ajándék. Az is egy ajándék, hogy te holnap megcsinálhatod a dolgodat, mert ha Isten úgy dönt, akkor már nem lesz holnap. És igenis, hálásnak kell lennünk a zsúfolt mindennapokért is, és ezt néha én magam is kizökkenek ebből, és ilyenkor igyekszem egy kicsit visszabillenteni magamat, és remélem, hogy most, ha csak egyetlen egy embernek egy kicsit segítettem abba, hogy ne aggódjatok,
éld meg ezt a pillanatodat a gyerekeddel, a munkahelyeden. Lásd meg azt, hogy ki az, akinek ma szüksége van rád, mert hogy Isten erre hívott el bennünket, hogy itt legyünk együtt egymásért, amíg itt lehetünk. Úgyhogy áldott napot kívánok nektek, legyen békés és boldog az estétek. Sziasztok!